igaz. A hétvégén újabb baleset történt, elütöttek egy bírót Miskolcon a salakmotorversenyen. Ez véletlen volt. Az viszont nem, hogy ugyanezen a versenyen egy motoros fejbe rúgott egy másikat. Egy verseny, két baleset, a helyszín Miskolc. A hétvégén rendezett salakmotorviadalon az egyik külföldi versenyző fejbe rúgta magyar ellenfelét, és a bírót is elütötték. Pályán megcsúszhatott egy vizes folton, a motor irányíthatatlanná vált, és ezáltal a fodorpálya felé vette a motor az irányát, és ott következett be a baleset. A sportág veszélye abban rejlik, hogy a járgányokon nincsen fék. Olá Béla bíró ezzel tisztában van, hiszen korábban ő is versenyző volt. Pénteken feszülten figyelte a féktelen versenyt, mikor hirtelen egy kétkerekű közeledett felé. Az egyik versenyző ugyanis megcsúszott, a másik pedig megpróbálta őt kikerülni. Ez még sikerült neki, de a bírót így is eltalálta. Olá úr most is kórházban fekszik boka és sípcsont sérülésekkel. Szakmailag, tehát sportbíróként nem hibáztatok senkit, mert ez a versenynek a lázába, és ebbe történt az eset. Tehát itt egy nem lehet szándékos, nem lehet olyan dolog, hogy most ő is egy balesetet akart ebben elkerülni. Itt tehát nem beszélhetünk szándékosságról, ám a következő mozdulat már alig ha nevezhető véletlennek. A magyar és a lengyel csapat versenyzőjének ütközése után a 16 éves Tabaka Józsefet még egy sokk érte. A földön feküdt, és az ellenfél csapatának a versenyzője, az orosz idegen légiós, nagyon is elítélhető módon fejbe rúgta a versenyzőnket. Ugyanúgy, mint más csapat sportágok esetében, itt is néha túl hevül a hangulat, nagyon nagy a feszültség. Valószínűleg ennek tudható be egyébként ez az esemény. Feszültség ide vagy oda, a rúgás talán már túlzás volt, a motorsport jól megvolt eddig karate elemek nélkül is. Így aztán a magyar rendezők a felvételt elküldik a Lengyel Motorsport Szövetségnek, hogy kivizsgálják az ügyet. A mi fiunk pedig 6 hetes pihenőre kényszerül. Aztán újult erővel pattanhat újra veszélyes kedvencére.